Következik Orbán Domonkos Mihály, a Madách Imre Gimnázium 10. évfolyamos tanulója, a Legszebb Álom című népmesélő. Felkészítő tanár Majzik Andrea. Legszebb Álom, magyar népmese. Egyszer elment a cigány a templomban. A pap éppen azt kritikálta, hogy ha az Isten akarja, még a kapanyér is elsült. Másnap a cigány az erdőszélén kapálgatott, papnak az erdőben vadászott. Egyszerre csak kiugrik a közeli bokorból egy nyúl. Pap ráfogja a puskát, cigány a papát. A puska eldurrant, a nyúl meg bukfencezett egyet-kettőt, aztán elterül. Oda szalad a cigány. Ennyi van nyúl! Odért a papi. Ennyi van nyúl cigány, nálam a puska. De hát éppen tegnap tetszett prédikálni, hogyha Isten akarja, még a kapanyi is elsül. Elsülhetett az én kapám is, hogyha Isten akarta. Szót-szót követett, de nem jutottak bűnőre. Már látom, nem tudom megegyezni, mondta a pap. Hazaviszem a nyulat, megsüttetem. Aztán írja, amelyikünk a legszebbet támadja, azért lesz a nyul. Úgy is lett. Eljött az este, lefeküdt a cigány. De aludni nem tudott, mindig csak a nyúlpecsen járt az eszében. Hajnalban aztán fogta magát, elment a porókiára. Nyitva volt a konyha ablak, bemászott rajta. Ott virított a masinán a sült hús. Belakmározta az utolsó szemét. Nem sokára meglátta az ébredező papot. Ráköszönt jó hangosan. Adjon Isten tisztelendő úr! Adjon Isten cigány, korán keltél. Korán? Aztán mit álmodtál? Mondja el itt a tisztelendő úr! Hát, én egy virágos mezőn lejártam, feltekintettem az égre, éneklő angyalokat láttam, ők egy létrát nyújtottak felé. Ráléptem és szálltak velem az égbe. Na látja, tisztelendő atyám, én meg azt hittem, hogy onnan már nem jön vissza, és hát megettem a pecsenyét.